Oké, indulj. Gépjárműre. Épp terepbejárást tartanak a decemberben alakult forgalomszabályozási munkacsoport tagjai a Tolnai Lehel utcában. A munkacsoportot a település alpolgármestere vezeti, de a közös munkában részt vesz a körzet önkormányzati képviselője, a rendőrség munkatársai, közlekedési szakértők és autósoktató, valamint az önkormányzat műszaki osztályának szakértői is. Azon gondolattól vezérelve is, hogy hogyan tudjuk az alapcélkitűzésnek megfelelően, hogy minél biztonságosabban, zavartalanabbul, gyorsabban és a műtárgyak műszaki állapotának megóvása mellett a forgalmi rendet áttekinteni, illetve szabályozni, módosítani ott, ahol kell. Munkája pedig bőven van a munkacsoportnak, nem kisebb feladat ugyanis az övék, mint hogy március végéig egy a város egészét érintő a közlekedéssel kapcsolatos ajánlást nyújtsanak be a közgyűlésnek. Decemberben két körzetet sikerült áttekintenünk, mai nap ezeknek a körzeteknek a szakmai anyagának a véglegesítése, megfogalmazása, gyakorlatilag a lezárása volt a délelőtt feladata, illetve a harmadik forgalmi körzetben terepszemlét tartunk, ami után ugye majd újra összeülünk és elképzeléseinket papírra vetjük. A decemberben alakult forgalomszabályozási munkacsoport tagjai tehát a Tolnán kijelölt 6 körzetből 3-at már felmértek. Ezekkel kapcsolatban most a tervezett módosítások kidolgozása zajlik. Márciusig pedig valamennyi körzet esetében megtörténik ugyanez. Akkor pedig a közgyűlés dönt majd arról, hogy hol, milyen módosítások szükségesek ahhoz, hogy a városban igazán kényelmesen és biztonságosan lehessen továbbra is közlekedni.